Megyénk múltja, levéltárunk jelene címmel rendezte meg a Tolna megyei levéltár idén 24. alkalommal a levéltári napot. A konferencia keretein belül az intézményben dolgozók a saját kutatásaik eredményeiről tartottak előadásokat. Általában ez éves esemény szokott lenni, sajnos a tavalyi pandémiás helyzet miatt ez elmaradt. A címe az előadása, vagy a konferenciánknak Megyénk múltja, levéltárunk jelene. Alapvetően most egy kicsit vegyes előadás típusok jelennek meg, hiszen a kollégáink a saját kutatásaikból fognak most az eredményeiket közölni, illetve ebből tartanak majd egy válogatást. Elhangzik a 18. századtól kezdve olyan előadások többek között Maulink Dórát, hogy Istenkáromlók és hitehagyók Tolna megyében, Marsai Józseftől a Levente mozgalom, Marosi Tibor Józseftől, hogyha mások számára is ismert, Magyar Sándor óceánrepülő és egy szekszárdi származású családnak, Anti Károlynak, a csendőrtisztnek az életpályája és kapcsolata, barátsága, Asztalos Zoltántól Isten veled Murga, Éljen soká Gömbös Gyula, Dr. Kunné Tornocki Andreától az úttörő mozgalom levéltárban lévő dokumentumaiból készült egy válogatott kis kiállítás, vagy PowerPoint előadás, illetve ehhez kapcsolódóan a szöveges rész. Mindenképpen az értékes könyvtári állományunkról is szerettük volna tudósítani a hallgatóságot, és ezért Mutné Darócz Szilvia Gizella a levéltári szakkönyvtárról beszélt, illetve a legutolsó sorban a levéltáraknak egyre fontosabb szerepet játszik a levéltárak életében a levéltárpedagógia, és itt a térképeink és illusztrációink levéltárpedagógiai szempontú válogatásából, illetve előadás hangzik el. A konferencia első megszólalója Maulink Dóra volt, aki az Istenkáromlók és hitehagyók Tolna vármegye törvényszéke előtt címmel tartott előadást. Második alkalommal választotta a büntetőpereket az előadásához, előző alkalommal a nőkkel kapcsolatos büntetőpereket dolgozta fel. Most erre az alkalomra pedig egy ugyancsak különleges témát választottam, ami szerintem manapság is érdekes lehet a hallgatóságnak. Istenkáromlók és hitehagyók Tolna vármegye törvényszéke előtt ez az előadásom címe a 18. században, mert hogy latinosként abban a szerencsében van részem, hogy ezeket az iratokat is fel tudom dolgozni, ugyan nem teljesen latin nyelvűek, tehát vegyes a nyelvezet, latin, magyar és német nyelvű iratok vannak ezekben a perekben. A különlegessége ennek a témának az, hogy a 18. században tetten érhető egyrészt a büntetőperek kapcsán, ezen büntetőperek kapcsán az, hogy a keresztény értékek, a katolikus hit védelme hogyan nyilvánul meg. Ebben az évszázadban az úgynevezett csendes vagy vértelen reformáció időszakában a protestánsok helyzete igencsak nehéz volt. A harmadik Károly nevével fémjelzett Karolina rezolúció intézkedései miatt őket a szabad vallás gyakorlatukban korlátozták, nem lehettek csak bizonyos helyeken, úgynevezett artikuláris helyeken nyilvános istentiszteletek. A templomok építkezésére is nagyon szigorú szabályok vonatkoztak, mint például nem lehettek magasabbak, mint egy egyszerű lakóház. Ebből kifolyólag nyilván harangtoronnyal, haranggal sem rendelkezhettek, utcára néző bejáratuk sem lehetett. A manapság alapvető emberi jognak számító vallási szabadságot a 18. században szigorúan büntették, mondta el Maulink Dóra. Ebben a korszakban viszont szigorúan büntették azt, hogyha valaki katolikusként született polgárként vagy emberként áttért a protestáns hitre. Ugyanez vonatkozik a vegyes házasságok kérdésére, tehát amikor protestáns és katolikus szülőktől gyermek fogant, és az ő vallását is szigorúan kötötték, hogy katolikusként kellett, hogy nevelkedjen. És ezekből a konfliktusokból és problémákból született pereket dolgoztam föl. Izgalmas, teljesen más világ. Tehát valahol mindig ilyen kettősség van bennem, mikor ezeket a büntetőpereket tanulmányozom, mert az egyszerű mindennapi, sok esetben paraszti embereknek a mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást, 2-300 évvel korábbi időszakról van szó, amelyek egyrészt ugyanolyan hétköznapi családi konfliktusokat, indulatokat, érzelmeket tükröznek, mint amikben mi is élünk, mégis a történelmi
történelmi körülmények, helyzetből kifolyólag ezeknek a szituációknak, konfliktusoknak, vádaknak, bűnöknek a meg- és elítélése teljesen más, mint manapság. A konferencián egybegyűltek meghallgathatták Marsai József Levente mozgalomról szóló előadását is. A Levente szervezetek a katonai előképzés legfontosabb szervezetei voltak Magyarországon az 1920-as évek elejétől a II. Világháború végéig. Idén 100 éve, hogy megalakították a Levente mozgalmat, és ez adja az aktualitását elsősorban ennek a mai előadásnak. Igazából megpróbáltam a mozgalom történetének az előzményeivel kezdeni, vagy megpróbálom a mozgalom előzményeivel kezdeni az előadást, majd általában a történetéről, illetve hát a Tolnamegyei vonatkozásairól felvillantani egy pár momentumot. Az első világháború utáni időszakról van szó, 1921, amikor létrehozták a Levente Egyesületeket. Ugye cél az volt, hogy igazából a hadseregnek egy utánpótlást biztosítsanak. Ugye a trianoni békeszerződés, vagy békediktátum inkább erősen bekorlátozta Magyarországnak a katonai létszámát. Ugye 35 ezer főben húzták meg a hadseregnek a létszámát. Az utánpótlást valahogy ki kellett bújtatva, vagy kevésbé bújtatva, de ki kellett nevelni, és ez a Levente Egyesület 12 éves kortól egészen 21 éves korig biztosította azt, hogy heti 2, illetve 4, később 4 órás képzésekben az alapokat letették. Az a fias neveléssel kezdték, ugye ez volt a legfontosabb, aztán ahogy a korosztályok egy kicsit ugye följebb jöttek, idősebbeknél már a katonai alapismeretek is előkerültek, illetve ezeket is gyakorolták, tereptúrákat tartottak, de ugyanúgy a vidéki ifjúságnak a művelődését is fejlesztették. Az analfabetizmusnak a felszámolásában is fontos szerepe volt ennek a mozgalomnak. A levéltári nap keretein belül további érdekes előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők. A Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi karának az aulájában pedig az 1985-1986-ban Tolna megye városairól készült fotókból rendezett kiállítást tekintették meg a látogatók.